Mint már korábban beszámoltunk róla, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 100 millió forintot fordította a makói tagintézményének korszerűsítésére. Ebből 50 millió forint értékben a takarékosság jegyében a Posta utcában napelemeket helyeztek el, ugyanennyi összegben pedig az iskola 3 épületén végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat. Így többek között megújulhatott számos tanterem, a Bajza utcában sor került egy tanári szoba kialakítására és a tornaterem modernizálására. A Keri főépületében szeptembertől már új szárazkapu bejáró várja a diákokat, mindemellett 7 millió forintból helyreállították az iskola homlokzatát is, mivel a korábbi felület erősen omladozott az utcafronton. Egyrészt a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum támogatásával újult meg, és ehhez járult hozzám a Kováros önkormányzata, hogy még többet tudjunk az épület felújítására fordítani, és így vált lehetővé a homlokzat teljes megújulása, amely a falak festésén túl az ablakok javítását, az esőcsatorna javítását is jelentette. Cirbus Gábor alpolgármester hozzátette, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a nevelési, oktatási intézmények állapotának fejlesztésére, javítására. Emlékeztetett, tavasszal került átadásra Galamb József mezőgazdasági szakképzőiskola megújult épülete, amely a pályázati forrás mellett a kormány és az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Ezen felül a makói óvodák intézményeire az idén eddig 7,5 millió forintot, a bölcsödékre pedig 22,5 millió forintot költöttek. Az alpolgármester kiemelte, a legutóbbi testületi ülésen további 25 millió forintot különítettek el a Galamb Kollégium épület fűtéskorszerűsítésére. De említhetném azt is, hogy hozzájárultunk ahhoz is, hogy az Almási utca iskolának a tornaterme megújulhasson. Ez is 10 millió forinttal járult hozzá Makóváros önkormányzata az idei költségvetési keretből. Úgyhogy abszolút nem volt kérdéses az is, hogy a Návai iskolának is a kérelmét támogatja a képviselőtestület, hiszen ez egy olyan ügy, úgy gondolom, ami nem csak az iskolát érinti, hanem Makóváros közösségét is. Azért is, mert a belvárosban egy nagyon szép patináns épület tudott ezáltal megújulni, és most itt láthatjuk, hogy a hagymaház is megújul az elkövetkezendő hetekben, úgyhogy gondolom, hogy egy igazán új, impozáns belvárosa lehet Makóvárosának. Mint megtudtuk, ezzel azonban nem ér majd véget a Keri korszerűsítése, hiszen tovább szeretnék folytatni a tantermek modernizálását, valamint a Posta utcai épület rekordtán pályájának, illetve a vizes blokkjainak felújítása is nagyon időszerűvé vált.